Üdvözletem a kedves mindenkinek! Zelda Skyward Sword HD Sword. Égbe kiáltó kard 9-es epizód. Folytatjuk! És ha jól emlékszem, akkor az előző gameplayt azzal fejeztük be, hogy megtudtuk, hogy van egy ilyen szélmalom alkatrész, ami leesett a földre, de ha mi azt visszahozzuk ahhoz a malomhoz, akkor azt megszereli nekünk egy tag, és onnantól kezdve azt a malmot be tudjuk igazítani irányba, ami szerintem ez lesz, mert hogy a másik malmot, ezt már beigazítottuk irányba. És a Jós azt mondta nekünk, hogy ez az alkatrész elvileg Eldin vulkánba esett? Jól emlékszem? Passzus! Mindjárt megkérdezzük a Fit. Itt elő kéne jönni egy ilyen szobornak. Egy pletyka szobornak. Itt van három lepke. Ahol lepkék gyülekeznek, ott pletyka szobor van. Ez a mondás. Hát nem. Hát akkor elfogtuk őket. Megkérdezzük a feed. Advice. Hint. Igen, szerintem megcsinálni a pályázatot. Igen. Jó, igen, de... Azt ismételd el nekem, amit a Jós mondott, hogy ne kelljen még egyszer kifizessem. Igen, Propeller, Skyloft, Windmill, erről beszéltem. Igen. Igen. Ezt is tudom. Jó. Én úgy emlékszem, hogy a vulkánt mondta. Szerintem a vulkánt mondta. A Jós. Valaki nézze meg a vódot. Temple entrance, volcano emelkedés, volcano entry. Menjünk a legelejére. Fogalmam sincs. De várjunk, mert hogy... Aha. Itt van, itt lesz, jó. Jól emlékeztem. Jó estét! Lili! Jaj, besállítottam a rendszert, rendesen nem látok semmi üzenetet. 32 hónap! Resub, nagyon szépen köszönöm. 32, yes. Szia Nifona, szia Gabespi, szia Tokomester, szia Wordes. És szia Lili, köszönöm. Erre lehet is
menni? Föl tudunk itt jönni? Bogár. Megvan. Mennyi bonobám van? Pleb. Nem mondjátok komolyan. Ezt meg nem dobált. Nem dobált odáig. Nem. Ezt múltkor is kigolyóztam, most is ifogom. Ez jó. Jó, rossz. Tiszta vízsports bowling. Srácok, elsőre meg lett. Tök jó. Ja, várjunk. Nem futhatok föl, mert megdob kővel. Muszáj csúzlizni, muszáj. Na. Ez is elsőre, hát minden elsőre megvan. Master Sword mindjárt lemerül. Ja, itt bent van az az aknakereső játék, oda nem megyünk. Nézzük csak meg. Föl kell menjünk a hegyre. Így van. Meghal, hogyha legurul? Meg. Csóró. Jó, hogy ő dobál közben. Please, hover. Szóval nem talál. Nem is lehet ellőni odáig. Almost. Az lesz jó. Szia, Vincek! Ezer éve nem láttalak. Csak instán szoktunk beszélgetni. Dead. Oh no!
igazából. Maradjál már egy helyben. Akkor nem maradjál egy helyben. What? Link! Please! Szabadj már föl! Na! Itt az alkatrész valahol. Jó. Ez most fullos. Szívek fullosak. Oda hogy megyünk fel? Ja, majd úgy. Nem? Nem. Így. Semmi, magamból beszélek, Jugi. Ez így jó. Boing, oing. Hoppá, kaptunk alapanyagot. És... Jó. Semmi extra ettől, nem lettem okosabbak. Köszi, köszi. Mint a legyen ön is milliómosban megjelöljük. És lejön érte a robot. Windmill propeller! Yes! Cold robot! Yes! Asszonyság remélhetőleg nem vár sokáig. Azt szeretné, hogy ezt visszavigyem? Hé! Rövid nadrág úr! Útban van! Takarodjon innen! Mondta a robot. Fönt találkozunk. Oké, na vissza azonnal. Hogyan jutunk vissza leggyorsabban? Itt vissza tudok szaladni, nem? Aha. És itt lesz... Van mentőpont. Van ám. Van ám, bizony. Meg ganajtúró bogarak is. Egy ganajtúró bogárnál csak kettő jobb. Nem lesz meg. De. Jó. Save. Yes. Yes. És akkor mehetünk föl. Meg kell szereljük azt a szélmalmot, és beállítjuk mind a kettőt a torony irányába, és akkor az ki fog adni nekünk valami újabb útvonalat. Úristen, már nem is emlékszem. Ez nem sikerült.
napot kívánok! Itt van az elveszett szélmalom propeller. Ha szükségük van rám, csak hívjanak. Fi asszonyság, bárhova elutazom ön miatt. Ez nem az a tönkrement robot? Gondó műhelyéből? Wait a second, várjunk, álljunk meg egy szekundumra. Ez a szélmalom propeller? Hát ez elvileg leesett a felhőkbe. Komolyan azt mondod, hogy amit Gondó családja mondogatott szájhagyomány útján, az igaz? Hát azt hittem, hogy ugrattok, de így megpróbálom megszerelni a szélmalmot. Ez ide megy, és akkor itt meghúzzuk párat, ütögetünk rajta. Hú! Kész. Életem! Jaj! Most jut eszembe, nekem Cookie-t kéne keresni. Később találkozunk, Link. Ha esetleg találkozol Cookie-ellel, mindenképpen szólj. Rendben? Kösz. Na. Kell nézzük azt a kék jelzést a szélmalmon, azt a kék monitort. Mert az jelzi, hogy jó irányba állítottuk be. És egyébként... És van akkor a lendülete, hogyha elengedem? Nem, nem állt be. Picit, még egy picit. Nice! Hoppá! Hoppá, srácok! Mi ez a Luigi's Mansion fegyó? Nem voltál itt? Nem hajnal. Mikor ezt megtaláltuk? Na figyelem! Mi a mondás? Az a mondás, hogy el kell játszani az istennő dalát a fényben. De most hova esik a fény? Jaj. Júj. Figyelem, figyelem. Ritmusjáték következik. Rosszul működő mozgásérzékelővel. Thank you.
Mester! Nagy a valószínűsége annak, hogy ez a fénycsóva elvezet minket a szent tüzek irányába. Azt javaslom, vizsgáljuk meg, mi lehet ennek a fénynek a végén. Hát srácok, hezitálás nélkül. Szia, Gabeszpé! Köszönöm szépen a lédet! Sziasztok, srácok! Zelda! Újjaj! Ups! Skyward Sword HD! Végigjátszás! 9. epizód! Mennyire nem emlékszem, hogy mi van itt, de jó! Wow! Megérkezni. ₹300. De nincs belépés. Hát akkor ide a mellette lévő lebegősziget komplexumra kell mennünk. Mester, rendelkezem emlékekkel erről a szigetről. Ez a Dalok szigete. A jelek szerint ezt a szigetet az istennő hagyta itt neked, mester. De jelen pillanatban nem rendelkezem információval afelől, hogy hogyan jutunk be a szemben lévő épületbe. Azt javaslom, vizsgáljuk át a területet. Aha.
azt mondja, hogy ezt kell forgassuk ahhoz, hogy hidat képezzünk ez a kis sziget és a torony között. Aha. Ezt eddig értem. Ez nem mászik föl? Nem. Nem. Jó, és itt mi van? Semmi. Zelda puzzle. Too hard for me. Jó! Egy. Aha, értem mi van, értem mi van. Ezt valahogy most majd le kell blokkoljuk, hogy ne forogjon el. De utat kell hagyjunk ezeknek a belsőknek, ha előbb rakjuk rendbe a belsőket. Basszus. Értem. Ez hiába van ott irányban. Ez jó, és most le kell zárjuk a legbelső cumót. Nagyon jó, hogy ez ne forogjon. Ezek most egyszerre mozognának. Most el fog mozogni a... Aha, most mindegyik elmozog. Ez így nem jó. Most nem mozog el a külső, meg a legbelső. Ugye? Ez a középső. Az most mozog. Csonti, nagyon szépen köszönöm a raidet. Sziasztok, srácok! Óriási puzzle megoldásokban vagyunk éppen. De hogyha van olyan állása ennek a kapcsolónak, akkor most... Az nem jó. De most egyszerre bemozogna... Basszus, nem jó. Hogy van most a... belső ott marad a helyén, de a legkülső nem mozog. Mert most lehetne azt, hogy ezzel beforgatni a hátsó két. Így. Cuccot. Igen. De ezeket nem lehet lezárni most. Hm.
Hogy is vagyunk? Meg kéne kezdjek gondolkozni. És csak random tekergettem. Csak egy irányba lehet mozgatni, srácok. Húzni nem lehet. Ha esetleg valaki nem érteni, hogy mit szenvedek, hát csak tolni lehet. Mindig meg kell csinálni egy kört. Haha! Mit szóltok? Elsőre! És tényleg, mint egy csicska, így be kell mászni. Semmi óriási kapu, csinadratta, fogadtatás, semmi. De jó. Köszi, Lili. Mi a véleményem eddig a játékról? Én játszottam vele még Wii-n, imádtam, és ugyanúgy imádom. És teljesen el vagyok képedve, hogy ez egy 10 éves játék, és mennyi minden volt benne már 10 éve. Puzzle-ökben, játékmechanikában a mai nap is megállja helyét szerintem. Viszont nem sikerült jól a mozgásérzékelős átültetés switchre, azzal nem vagyok megelégedve, sokkal jobban működött Wii-n. Mester, fontos információim vannak. Jó, igen, amikor megütöttük ezt a szimbólumot, akkor felé lett benne egy üzenet, mélyen a memóriájában. Azt mondja, hogy most tolmácsolja az istennő üzenetét felénk. Te, ki a... mondom úgy, hogy jobban érthető legyen, ne... E/3-ba, tehát te, aki a szent lángokat keresed, figyeld a szavam, elkalauzollak téged. Három szent láng van, de ahhoz, hogy megkapd ezeket, először meg kell kaparincsd, vagyis el kell nyerd a három égi ajándék mindegyikét. És ezeket az ajándékokat különböző próbatételek során nyerheted el. Ezeknek az ajándékoknak a mágikus ereje fog téged segíteni abban, hogy megtaláld a szent lángokat. Na most megtanítok neked egy melódiát? Mi ez a bestow? Bestow, nem tudom. Ez fog kulcsként szolgálni, hogy megnyithasd az első próbatétel kapuját mélyen bent Faron erdejeiben. Rendelkezésre bocsájt a biztó. Köszönöm.
mindegy, az értelme vagy lényege az volt, hogy megtanítja nekünk. Ezt a dalt úgy hívják, hogy Faror bátorsága. A felemelő dallama fog vezetni téged. Yes! Breath of the Wild-ban miért nem táncolt így a kardunk? Azt hiszed, Fantomi, hogy vicceset kérdezel, de hogy ez időrendben a Breath of the Wild előtt van, és nem véletlen, hogy ebben a játékban ilyen a kardunk, és nem véletlen, hogy a többi Zeldában meg másmilyen a kardunk. Mester, túl kell juss ezeken a megpróbáltatásokon, mielőtt megkaphatod a három ajándékot, amelyek elvezetnek téged a szent lángokig, a szent tüzekig. Jó. Menjünk Faron erdejeibe. Kezdődjék a kaland. Én is annyira nem emlékeztem erre a részre, tök jó. Olyan, mintha új lenne, komolyan mondom. Full nem emlékeztem erre a részre. Fel. Wow. Ja, jó. Ok. Hát azt nem értük el. Mindegy, srácok, kell menni, meg kell szerezni a szent lángokat. Meg kell edzük ezekben a lángokban a kardunkat. Szóval... Következzen Faron erdeje már sokat szorra. Bocsánat, bántja az OCD-met, hogy le vannak ezek pakolva. Több, ugye? Nincs. Oda megyünk. Igen, van tök sziget. Arra jól emlékszel, Dani. Van. Tök sziget, igen. Pumpkin Island.
Ott van a tökfogadó. 20 rupi. Ingyen pénz. Wow. Mellé. Nice. Nice. Na, hol van? Farom húz. Hova menjünk? Farronwood's Entry. Igen. Ez a templom, Sealed Grounds, In the Woods. Menjünk a bejárathoz, nem? Na, úgyis a Forest Temple-nél kötünk ki, mindegy. Végig megyünk a pályán és szedjük az alapanyagot. Na. Találjuk meg a kard által jelzett helyet, és ha az megvan, akkor a most tanult dallal ki fogjuk tudni nyitni a kaput. Hűha, hűha. Menjük, hogy választom ki a másik dalt? Énekel, mennyire para! Madarat, hogy lehet gyűjteni ugyanúgy a lepkehálóval. Valamit reagálom egy kis előadásunkra. Ez a jel minden bizonnyal egy próbatétel bejárata. Mester, ebbe a világba téged most nem követhetlek. Ezt a küldetést neked egyedül kell teljesítsd. Hú, a csönd világa.
ez a lelkek... Igen, ez a lelkek helye, és csak az istennő által kijelölt hős léphet be. Minden bátorságunkra szükség van, hogy ezt meg tudjuk csinálni. És a lelkünket elválasztotta most a testünktől ez a küldetés. El kell érjük a lángnak a helyét, és különböző megpróbáltatásokon kell keresztül menjünk. Ez itt a lelkünk. Ha megtöltjük ezt a jelzőt, ami a lelkünk teljességét szimbolizálja, akkor tudjuk csak teljesíteni a küldetést. És ezáltal fejlődni fog a mi lelkünk. És ezáltal, hogyha fejlesztjük a belsőnket és a belső értékeinket és a lelkünket, akkor az istennő további energiákkal tud minket megáldani. Faror könnycseppjeit kell összeszedjük, amik el vannak szórva itt a világban. Látod magad előtt ezt a világító objektumot? Ez itt Faror könnycseppje. 15-öt kell belőle összegyűjteni. De ez nem olyan egyszerű, mint ami ennek elsőre tűnik. Nem véletlen, ez egy kihívás, egy próbatétel. Ez olyan, mint a Twilight Princessben, amikor ilyen sötét gyöngyöket kell legyűjteni. Igen, ugyanaz a flashbacken van nekem is, egy ilyen Twilight Princess küldetés. Hogyha kilépsz ebből a védelmező körből, akkor az álomvilág, vagyis a szellemvilág védelmezői azonnal felébrednek, és a nyomodba erednek. És hogyha ez egy ilyen védelmező akár csak egyszer is meg tud téged ütni, akkor a lelked összetörik, és elbuktad a kihívást. Tehát nem szabad, hogy megüssenek minket egyszer se. Ó, ha megvan egy ilyen, akkor... akkor 90 másodpercig nem bántanak minket a guardianek, ha pedig fölvesszük ezt a jelzőt, akkor világítanak a könycseppek. Hoppá, ez egy alapanyag, ami nekünk nagyon is kell. Dark Relic. Az utolsó előtti alapanyag. Szupi. Fú, én úgy emlékszem, hogy ezeket utáltam. Ezeket a küldetéseket. Szaladunk föl. Ott se. Kéne, hogy világítsanak a könycseppek. Na, most világítanak. Ez megvan. Megvan.
Mester? Ez a... ébresztő víz. Hogyha belelépünk ebbe a földön túli vízbe, akkor azonnal észrevesznek minket a Guardianek. Úgyhogy jól nézd meg, hova lépsz. Láttam egy lila anyagot itt valahol, egy pillanatra itt van. Ja, hogy itt nincs ejtőernyő. Aha, itt jövünk majd vissza. Kell még 4 darab. Világít. Itt... majdnem leugrottam. Ne! Pont bevilágított a sarka. Ide. De ez nem ilyen paravíz, ugye? Nem mertem belelépni, nem? Jó. 1, 2... Még 2 van. Itt van 1. Fent egy. Ez kell. Köszi. Hol az utolsó? Ez de szemét, ez ilyen följön a víz, lemegy a víz, följön a víz, lemegy a víz. Wow. Megvan? Megvan? Még vissza kell jussunk ám. Hol van? Hol a kezdő? Itt. Yes. Ha 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 ha
Hú, ezeket deutáltam, ez a legkönnyebb, ez a legelső. Ennél lesz szemetebb. Oh. A vízi sárkány pikkelye. De jó. Az istennő ennek a pikkelynek a segítségével lehetővé teszi, hogy a víz alatti területeket is felfedezzük magunknak. Gratulálok, mester! Leküzdötted az akadályt, vagyis a próbatételen átestél. Mehetünk megedzeni a kardunkat a szent tűzben. A vízi sárkány pikkelye az egyik az istennő ajándékai közül. Sárkány erejének köszönhetően most már tudunk úszni. Mester, azt gyanítom, hogy a láng egy olyan területen van, amit még mi nem fedeztünk föl. Zsani, nagyon szépen köszönöm a raidet, sziasztok! Óriási zeldázásokban vagyunk! Szevasz, haver! Hát, veled meg mi van? Szevasz! Látom, megszerezted a vízi sárkány pikkelyét. Ez tök király. Azt hallottam, hogy ha van egy ilyened, akkor tudsz úszni. És természetesen ilyen forgó mozgással is tudunk a víz alatt támadni, vagy gyorsítani, nem tudom. Vannak az erdőnek olyan részei, amit még nem fedeztél fel. Használd a vízi sárkány pikkelyét, hogy eljuss ezekre a területekre. Ho-ho! 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 Srácok, én mint víziszonyos. Hát ez remek. Remek. Ó, találkoztam a Danival, Johnny. De. Dumáltunk, vagy nem is tudom mennyit. 4-től 8-ig, 4 órát. És jöttem haza, és még ráindítottam. Én a valóságban az vagyok, Lili kérdezi, majdnem megfulladtam kisgyerekkoromban, úgyhogy nekem van egy óvatosabb víziszonyom. Ezért nem járok például uszodába se. Jaj! Várjatok! Ez az. Nem lehet, hogy ezt lelökjük ezzel. Vagy neki fújunk egy halat. Hm.
Leesett magától, jó van. Az a tripperóni, ezek nem tudnak úszni. És akkor most viszont vegyünk így lendületet. Vissza. Upp. Vissza. Takarodsz. Takarodtok. Pufi halak, takarodtok. De sok a sebez. Na végre. Miért jöttél vissza? Megvan. Nice. Tudja a játék, hogy wow, hát itt még nem is voltunk. Ja de, csak ez egy új ellenfél, akinek van pajzsa, és először a pajzsát kell szétvágni, a dárdás. Azt még nem is láttátok. Sorry, mini spoiler. Szóval úgy kell madarat fogni, hogy így itt vannak a madarak. Madarat fogni az egyik legnehezebb szerintem. Nagyon óvatosan kell megközelíteni. Igen, és akkor elsőre nem találod el, mint én, mert béna vagy, akkor utána elrepülnek a madarak. Aztán meg kell várni, míg visszajönnek. Ennyi. Korokmag. 5 rupi. Jó. Jó, spúder! Le akarom hozni magamra. Nem azért, hogy bántsanak a méhe, hanem azért, hogy föl tudjam menni ezt. Így. És most átváltok erre. És szedtünk pár darazsat. Nem is méhek, hornet ez, bocsánat, az darázs. Ez lelökte. Haver, ne arra, hogy mit képzelsz? Nem akarnék oda leesni, hogy vissza kelljen mászni. Yes! Fel is kínálja a játék, akarsz menteni? Hát hogy a viharba ne akarnék menteni? Hoppá!
egész népes família. Mi ez a hang? Halljátok? Mi ez a hang? Elértük a fa tetejét. Innen jó rálátásunk van az erdőre. Talán látunk valami olyan területet, amit még nem fedeztünk föl. Mester, nézd! Itt egy new kikvi. Egy új kikvi. 90%-ban biztos vagyok benne, hogy ez a lény adja ki ezt a hangot. Hangos horkolás. Ki az? Hát én alszom. Ó, nézzük csak. Egy igazi élő ember. Elég régen nem láttam egyet sem errefelé. Jerbálnak hívnak. Jerbál, majdnem Herbál. De most már csak egy kikvi, hogy hívják ezt? Az a hörmit, aki így egyedül él, ugye? Nem tudom magyarul. Én ügyelem az erdőt, akkor, amikor éppen nem alszom. Remete, azaz, jaj, köszönöm. Köszi, Will, igen. Tehát, hogy kikvi remete vagyok. Fogalmam sincs, hogy hogyan jutottál föl ide, de szeretnék kérdezni valamit. Te tényleg látsz engem? Hát persze. Tényleg? Akkor veregesd vállom magad. Néhány kikvi nem is lát engem ezekben a napokban, mostanában. De felejts el minden hülyeséget. Mi áradban itt egy igazi ember? Hát a láng miatt jöttem. Ó, tehát a lángban, a szent lángban akarod megedzeni a fegyveredet, a kardodat? Hogy egy olyan, egy ugyanannyira fontos embert megtalálj, mint te magad? Hát, nézzenek oda! Egy ember, aki lát engem, és a szent lángot keresi. Na, ide figyelj! Megígéred, hogy semmit nem árulsz el abból, amit én most mondani fogok? Komolyan kérdem. Persze, megígérem. Na jó, akkor elmondom. De tartsd észben, ez mind titok. A láng, amit keresel, Faror lángja. Igen, igen, Faror lángja. Ez egy nagyon régi történet. Olyan régre nyúlik vissza, mikor még az istennő közöttünk járt. Az istennő odaadta ezt a lángot a vízisárkánynak.
Faron erdő szent lelkének, őrzőjének. Ha jól tudom, akkor a lángot a vízi sárkány gondjaira bízta, hogyha egy nap, micsoda, hogy egy nap a sárkány majd ezt a lángot továbbadja annak, aki a fellegekből érkezik. Hát, jól látod, azt tippelem, hogy az istennő rólad beszélt. Hát, ennyi. Keresd meg a vízi sárkányt. Ok. Ok. Á, a tóban van az ő rejtek helye. Ott őrzi a tüzet. Mondjuk ez egy probléma, mert a kapu, ami oda visz, az bizony le lett zárva. Mindenki elől le van zárva, aki nem bizonyul méltónak. De ne izgulj! Elárulom a trükköt, hogy mivel lehet kinyitni a kaput. Használd az istennő energiáját. És hát vésd be a karddal a szimbólumokat. De hát ez nem ennyire egyszerű, mert hogy ezek a szimbólumok nem teljesek. Ki kell egészítened ezeket a szimbólumokat. Jó. Megjelöli nekünk X-el, hogy hova kell menjünk. Jó utat! Wait, várj! Elfelejtettem mondani, de nagyon fontos, hogy a vízi sárkány nagyon házsártos, úgyhogy vigyázz magadra. Ne zavar, evés közben. Jó. Blablabla. Bla, bla. Ne árulj el senkinek, amit mondtam. Később tali. Később tali. Hát ő alszik tovább, jó. Ne! Hát ott akartam menteni. Rip. Rip. Igen, fent lesz YouTube-on, már felkerült az első rész, szép lassan felmegy YouTube-ra a végijátszás. Csak csúsztatva természetesen azoknak a kollégáknak a privilégiuma a Twitch volt, akik vannak annyira jó fejek, hogy támogatják ezeknek az epizódoknak az elkészülését. Na, hol van a kék jelzés, amit leraktam? Kéne világítani a magasan. Van. Nem tudok felszaladni. Megvan. Gotem. Amúgy nem mutattam, mert az előbb felrobbantottuk a pajzsát, de hogy neki... Csárcsóval? Mit csinál? Neki szét lehet vágni a pajzsát. El is dobta. Nice! És ennyi.
Itt lehet menteni valahol, nem? Itt. Hú, hogy oda is föl lehetne jutni valahogy, majd egyszer. Oké. Dobni. Wow, nem is védekezik, hogyha a stamina le van merülve. Nem. Nem adta be a Fatal Blow-t. Azt nem értettem, hogy a kivégző mozdulat ment le. Ez. Adhatna szívecskét valami, vagy valaki. Ne csak a korokmagot. Játszanék a Twilight Princess-szel, ne is mondd, Dani. Imádtam azt az Eldát. Glittering spórát legyűjteni a gombákból. Aha, jó. Láttam Amber Relic-et az előbb. Rosszul láttam. Hol volt? Ez nem az. Itt. Ja nem, a növény... De! Azt láttam! Sas szemimre! Hoppá! Hoppá, srácok! Hát az befigyelt. Annyira jó lenne, hogyha Switch-re meg lenne minden Zelda. Wind Waker, a Twilight Princess. Hát a minden Zelda alatt nekem ezek az Zeldák. Tudom, hogy a nagy kedvenc az Ocarina of Time, meg blablabla, bla, bla, de nekem ezek. Én ez a kései Zeldázós generáció vagyok, aki később ismerkedett meg a játékkal. Twilight Princess sztoria nagyon szuper, de szerintem ennek a sztoria is szuper. Na!
Hoppá, hoppá, megnövekedett az ellenségek száma a területen. Például az övé. Csak aki nem tudja, hogy ha levágják a szárát, akkor az neki nem jó. Hoppá! Hey! Te vagy az a srác, akivel a vulkánnál találkoztunk. Te is kincset keresel? Nope. Hát, nagyon rosszul hazudsz. Rá van írva a homlokodra, hogy kincskereső vagy. A kinti kőhapsi adta neked a tippet, hogy így kell kincset keresni? Kő? Az mit, mit? Sweet Lutner, senki nem fog engem legyőzni abban, hogy megtaláljam a kincseket itt. De mit lehet csinálni, nem ezt? Már elfelejtettem, de jó, annyira jó, hogy elfelejtettem. Az újdonság erejével fog hatni. Nem tudom ezzel mi lesz. Várjunk, van tűzkeresőm. Ja, nem itt bent. Igen. What? What? Yes, Bokoblin. Erre sem emlékeztem, de durva. 5 rupi az 5 rupi, ezt tudjátok. Vagy nulla. Elképesztő. Dolgozok, mint az állat. Megszerezzem a kulcsot a szörnytől. Erre elveszítem. Nem tudom, hogy melyik lyukban hagytam. De esküszöm, valahol itt hagytam. What? You what, mate? Takarodsz. Hukkanj ki.
Például úgy. Anya, bántanak. Legjobb zene. Da, na, 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 na. Okay. Ugye nem termelődött vissza az íjász. Dead. By daylight. Kéne szívecske. Eléggé nem állok jól. Jaj, ne! Össze van, el fog tűnni, mire odaérek. Hol van? Hol van? Itt van. Eltűnt. Betárazunk. Ok. Rend valami, nem tudom. Itt van-e bent valami? Nagyon sok pénzt ad a játék. Kelleni is fog, mondjuk. Mehetünk arra, meg erre. De az biztos, hogy itt tudok menteni, és fogok is. Víz felé kéne menni. Például ez víz felé van. Thank you.
Wow. Mellé ugrottál, Link! Jó. Zsák utca. Ja, mert ott fönt nincs ajtó. Fa. Egy rupi, megérte. Kettő. Akkor itt balra próbálkozzunk. Az a két haver, az nem véletlen áll ott. Elbújok ide. Itt nem látnak. Halljátok? Lepattan a gonbáról a nyílvessző. Meg ez is. Ups. Mi? Kilövi a kilövi a madaramat? A bogarat kilövi? Az mi? Gyerekek, milyen AI van ebben a játékban? 10 éves játék. Ki sznájpolja? A testemet elviheltiszem, de a lelkemet nem! Tomzon! 1000 éve nem láttalak. Nagyon szépen köszönöm a resubot. Neked VIP badge-ed is van. Azt mire kaptad te? 17 hónapos sub. Köszönöm szépen. Játszol az Eldával? Ó, több mérföldet ástam. De hát... De hogy semmi se találtam. Ezt hívják szerencsétlenségnek. Nincs itt semmi, csak víz. Ki a franc jön ilyen... Ki a franc tesz meg ilyen hosszú utat a vízért? Hát senki. Na jó, hát én itt realizálom a veszteségeimet, és hazamegyek. Szevasz! Nem nagyon játszottál az elmúlt időben? Feels bad man. Ups.
Köszi, köszi, Tomuzon. Ha majd arra járok, egy kávét megihatunk. Ha ugyanott dolgozol még, ahol eddig. Figyelem, figyelem, figyelem. Valami történik. Bam. Jaj, ne. De várjunk. Erre gyertek, itt a bomba, gyertek erre. Srácok, ez most sok nehéz, ez most sok nehéz. Nagyon jól véd eleve egy ilyen csontváz, de itt van három. És láttátok, hogy a bomba az így nem nagyon hatotta meg őket. Ez se hagyja meg őket. Csak szemmelem a gombot. Csak meg kell szólni. 20 rupi! Ja. Rip 20 rupi. Csak az asszony, hogy meg ne tudja, hogy kávézunk. Mi jön? Be vagy fenyítve, vagy mi van? De itt már jártam, nem? Itt már jártam. Erre fölmászni nem lehet. Lehet a lángot keresni. Ott van Fairy. Van... Óha, van üres üvegem. Szevaszka. Scoop, scoop, scoop. Nagyon jó. Oké, a másik meg áldjon meg. Itt vagyok. Ez az, full HP. Várjatok már, most itt mi van?
arca. Úristen, a Skywars, nem a, na. A, mennyit becáztam a Twilight Princessben. Abba lehetett, ugye? Igen, abban lehet becázni. Mármint, hogy minden Zeldában lehet, vagy sok Zeldában lehet, de hogy abban be kellett dobni, és így tekerni az orsót. Cool peca, igen. Srácok, nem emlékszem, hogy mi van. De erre kell jöjjek, nem? Erre kellett, hogy jöjjek. Különben nem lettek volna ezek a kis mini átvezetők, meg nem lett volna itt boss. Breath of the Wild-ban is lehet pecázni bombával. Hát igen. Várjunk. Nagyon rossz helyen vagyok, nem? Hiszen nekem valami magaslatra kéne eljussak. Valami magaslatra kéne eljussak, ahol ott van a félhold. Basszus. Ők nem okosak. Nem tudnak elütni idáig, ugye? Nem. Hát
közel van. Az a jó. Hajjaj. Srácok, este... 10:30. Nincs már agyam, úgyhogy innen fogjuk folytatni. Lövésem sincs, hogy merre kell menni. És valószínűleg azért nem is nagyon emlékszem, mert ez az a rész, ami tök nehéz volt már az első végijátszásomkor is, így nem maradt meg. Ilyen szenvedős volt. De hát remélhetőleg következő epizódban megugorjuk azt az akadályt, hogy meglegyen a Szent láng, amiben megedzük a kardunkat. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm a feliratkozásokat, remélem jól éreztétek magatokat, mindenkinek további szép estét kívánok, köszönöm szépen a rédeket, srácok, meg az új követéseket, mindenkinek szép estét, jók legyetek, sziasztok!